Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk a György István Nagykó Múzeumban, dr. Nagy Molnár Miklós igazgatóral beszélgetünk. Az év vége az a múzeum életében mindig egy más időszakot szokott jelenteni, hiszen minden évben be szoktak zárni. Idézőjelbe téve szénszünetként szokták ezt a múzeumban dolgozók hívni. Idén hogy lesz ez? Köszöntöm én is a nézőket. Valóban több éve már hagyománnyá vált, hogy bezárjuk a múzeumot, ugyanis több éves tapasztalatunk az, hogy karácsony előtt közvetlenül, illetve a két ünnep között is közvetlenül január elején, tehát szilveszter után nem olyan sokan látogatunk, és hogy egy kicsit megtakarítsunk a költségekből, tehát a fűtési költségekből, ezért bezárjuk inkább a kiállítást, ekkor vagyunk szabadságon mi is, úgyhogy idén is most ezt tervezzük, hogy december 16-ától hétfőtől január 12-ig zárva tartunk, és utána pedig újra kinyitjuk a múzeumot. És hát azért mielőtt elmennek szabadságra, azért készülnek a Magyar Kultúra Napjára, hiszen azért januárban mindig szoktunk jönni ide is egy kiállítás megnyitóra. Lehet-e már tudni erről valamit? Igen, most megint készülünk. Régóta húzódó tervünk és álmunk, hogy Kamai László festőművész festményeit is bemutassuk, hiszen most éppen a fényképeit lehet látni a múzeumban, és a Magyar Kultúra Napja alkalmából január 21-én fogjuk nyitni itt a Kamai László festményeivel a kiállítást, és másnap pedig majd a Déri Népben a 10 éves Népművészeti Egyesületnek az új időszaki kiállítását. Egy pár mondatot azért mondjunk az egyesületről, hiszen ön a vezetőjük, de kik a tagjai és milyen jellegű lesz ez a kiállítás? Hát a Népművészeti Egyesületnek nagyon sok helybeli tagja is van, de főképpen helybeliek alkotják, hiszen Nagykunsági Népművészek Egyesülete a neve az egyesületünknek. Helybeli tagjai is vannak, tiszafüredi alkotók, turkevei alkotók találhatók még tagjaink között, illetve berekfürdői fafaragók találhatók. Sajnos most már azért azt kell mondanunk, hogy több elhunyt, pontosan 3 elhunyt tagunk van, akik szintén úgymond tagjai, állandó tagjai az egyesületünknek. Ugye ezt Nagy István, Aláni Lipták Erzsébet, pont ő kezdte ugye a sort sajnos. Erzsike, Esz Nagy István és Nagyné Sallai Erzsébet, a turkevei gyöngyfűző hunyt el. Most közel 30 tagja van a Népművészeti Egyesületnek. Néhány tagunk volt Fehér Hollóban, a múzeumkertben egy adventi vásáron is részt vesz, főképpen karcagi kézművesek. Viszont lesz-e utána Kabai László festőművész kiállítása után, terveznek-e már annyira előre, vagy még azért azt nem nagyon lehet látni? Igen, úgy tervezzük, hogy Kabai László kiállítása után, ugye nagyjából azt úgy tervezzük, hogy április végéig tartjuk nyitva azt a kiállítást, aztán hagyományosan jön már ugye a Kovács Mihály emléknapok kiállítás, és a Kovács Mihály baráti társasággal közösen, illetve a Kovács Mihály iskolával közösen egy rövid időszaki kiállítást tervezünk. Szintén festménykiállítás lesz, de ennek sajnos van egy szomorú aktualitása. Bodó Sándor festőművész elhunyt, aki Kovács Mihályról festett sok képet, és hát az ő képeiből lesz egy rövid kiállításunk. Ezt követően pedig egy földrajz tudósnak a kiállítását tervezzük, Balázs Dénes kiállítását, vándorkiállítását, amelyet az Érdi Földrajzi Múzeummal közösen fogunk elkészíteni. Majd pedig ugye, mivel jövő év, az jövő esztendő, az ugye Györfi István emlékév is lesz, nyáron szeretnénk egy Györfi emlékkiállítást megnyitni, feltételezhetően azt az augusztus 20-ai Nagykunsági Kulturális Napok keretében fogjuk megtenni. Ez az a kiállítás, ami most a Néprajzi Múzeumban látható, a Fekete-Körösvölgy vidékének néprajzát mutatja be. Ez egy olyan kiállítás, amely eddig még nem volt látható Magyarországon,
és a Néprajzi Múzeummal közösen fogjuk itt is megrendezni. Ez tovább megy természetesen más helyszínekre is. Akkor önöknek jó kis szénszünetet kívánunk, és azt, hogy a január 12-e után kinyitnak, akkor minél több látogatót, akik majd nézik ezeket a szép kiállításokat, melyek itt vannak. Igen, köszönjük szépen, és annyit tudnék még mondani kiegészítésként, hogy az új honlapunkon, karcagimúzeum.hu-n mindig a friss és aktuális híreket lehet olvasni a múzeummal kapcsolatosan. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen is!